elég jó vagy, bújj közel. A parton alszanak, látod, nem kell félned, a dűnéket is elragadja a szél. A túl komolyan egy gitár témával indult, aztán ahogy szoktuk a többiekkel a próbaterembe, elkezdtük összerakni a zene részét, ezt mindig teljesen közösen csináljuk. A szöveg meg igazából, hogy azt vettem észre, hogy sokkal több olyan dolgon aggódok vagy szorongok, mint ami igazából valaha meg is fog valósulni. Van egy kicsit ilyen elvontabb verze része, ami ezeket a gondolatokat írja le, és a refrén meg gyakorlatilag ennyi, mint a címe, hogy túl komolyan vesszük az életünket, és túl sokat aggódunk túl jelentéktelen dolgokon. Kivételes volt, mert erre Andris már előbb hozta a szöveget, mint kész lett volna a teljes szám. Valahogy nálunk a legtöbb dal úgy születik, hogy először megírunk neki egy szerkezetet, és Andris utólag írja a szöveget. Lehet talán ezért is egy picit ilyen koherensebb érzetű. Meg itt a túl komolyan szerintem az fontos, hogy most már abszolút így változott a munka metódusunk, és így próbáltuk minél jobban így letisztázni magát a zenét, és sokkal érthetőbb így szerintem, így maga zene is, meg segített nekünk Lee Oliver, mint producer, és ő is sokat hozzátett ehhez az egészhez. A klipnek az alapötleteit azt együtt találtuk így négyen, és elég sok verzió volt egyébként, mert ebbe talán nem vagyunk a legjobbak, hogy hogyan adjuk át a zenénket így képi világba. Andris a főszereplő, és az ő egy tulajdonképpen napját mutatjuk be, hogy a Nyüzsgővárosból kimegy a természetbe, és elengedi a problémáit, nagyjából ezt próbálja bemutatni ilyen egyszerűen, és nyilván az első ötletek annyira túl voltak gondolva, hogy nehezen megvalósíthatóak lettek volna. Hajnali forgatási részt is szerettünk volna, tehát gyakorlatilag az a koncepció még azon, hogy a városból kimegyünk a vidékre, hogy a nappalban éjszak, és utána a hajnalban nyilván jön a megoldás, hogy a szám végén is. Pilisboros Jenő fölé mentünk föl, még full sötétbe, telefonokkal világítva, és akkor ott jött föl a nap, meg ott ébredezett mindenki, úgyhogy ez egy tök jó ilyen közös élmény volt. Semmi baj, ha néha visszaesel magadban mérez, zárójelben nem tesz semmit, ez csak kitérő. Ebben most próbálunk a február 3-án esedékes első holtházi bulira, amit nagyon várunk. Ez az első ilyen eseményünk, amit nem csak mint egy koncert, hanem egy tematika mentén építettünk föl. Úgyhogy ott fog először az új dal élőben elhangzani. Egyébként ez a harmadik nagy lemezünknek az első dala lesz. Kettő dal és klip fog megjelenni szerintem tavasszal, valahogy nyár végén, ősz elején fog megjelenni a harmadik nagy lemezünk. Magad körül az életed. Azért csináljuk ezt még mindig, és vagyunk így nagyjából változatlan formában most már 5 éve, mert hogy tudunk találni egy olyan vasárnap délutánt, amikor mindenki inkább bejön a koszos hideg próbaterembe, és nem otthon ül a családjával és a barátaival, mert hogy van egy valami olyan felszabadító érzés ebben, hogy amit mi kitalálunk, amit mi mind koncepció szinten, mind megvalósítás terén beleteszünk, az érdekel embereket, és ez tök jó.